koalíció. Két nap és három tárgyalási forduló után a koalíciós pártoknak sikerült kiegyezniük a kormányzás folytatásáról. Nincs alternatíva, mondják. Tűzeset. 8 család, 18 felnőtt és 30 gyermek maradt hajléktalan, miután rögtönzött faházaik leégtek a marosvásárhelyi Hidegvölgy roma telepen. Emberéletben nem esett kár. Fesztivál szezon. Megszerveznék a tavaly elmaradt fesztiválokat idén nyáron, de a szervezők a kormány jelzésére várnak. Csak a beoltottak vagy a negatív teszttel rendelkezők vehetnének részt. Köszöntöm Önöket a híradóban! Egyességre jutottak a kormányt alakító pártok vezetői, és tegnap este pontot tettek a múlt hét óta tartó kormányválság végére. A felek a koalíció szerződés kiegészítésében állapodtak meg, a dokumentumot már alá is írták. Három tárgyalási forduló kellett ahhoz, hogy a koalíciós pártok megállapodásra jussanak. Kedden 16 órakor ültek össze másodszor, hogy a Vlad Voiculescu egészségügyi tárcavezető menesztése körül kialakult válságot orvosolják. Három óra után a pártok vezetői szünetet tartottak. A tárgyalásokat 19 óra 30 perctől folytatták. A felek végül este 10 órakor jutottak egyességre. A tárgyalásokat követő közös sajtótájékoztatón Ludovik Orbán Fenele elnök elmondta, a kormány ellenzői túl korán ittak a medve bőrére. Azok, akik arra fogadtak, hogy nem fogunk megállapodni, hiú ábrándokat kergettek. Olyan koalíció ez, amelynek tagjai együttműködnek egymással, kölcsönös tiszteletre, bizalomra, szolidaritásra alapuló párbeszédet folytatnak, és elsősorban az foglalkoztat minket, hogy a román állampolgárok életét jelentős mértékben javító kormányzást folytassunk. Forint Kucu marad a kabinet vezetője, ám ennek fejében kiegészítik a koalíciós szerződést, amely így néz ki. Ebben egyebek mellett az olvasható, hogy a koalíció működése a szolidaritás és összetartás elvére alapul, és minden nagyszabású politikai döntést a koalíciós pártok egyetértésével hoznak meg. Bízunk benne, hogy azzal, amiről ma közösen és felelősségteljesen megállapodtunk, képesek leszünk folytatni a küzdelmet a COVID-19 ellen, kivezetjük Romániát a járványból, és elindulunk a társadalom megtisztulásának és fejlődésének irányába, amelyre az állampolgárok várnak. A dokumentumban konkrétan az szerepel, a kormányfőnek alkotmányos joga ugyan a miniszterek visszahívása, de szándékának okairól egy tárgyilagos értékelőben tájékoztatnia kell az érintett koalíciós pártot, és ki kell kérni a teljes koalíció véleményét. Fontos lépést tettünk a hatékonyabb kormányzás és a politikai döntések koherensebbé tétele felé. Nagyon örülök annak, hogy a koalíció fő célkitűzésként kezeli az oltáskampányt, mivel rendkívül fontos, hogy az sikeres legyen. Meggyőződésem, hogy sikeres lesz az oltáskampány. Kelemen Hunor, az RMDS szövetségi elnöke elmondta, a kormánykoalíciónak nincs alternatívája, a megállapodás kiegészítéséről pedig kijelentette, a dokumentum nem tartalmaz rendkívüli előírásokat. Azért vagyok én a tegnapi nap után valamelyes bizakodó, hogy sikerült kibeszélni mindazt, ami 4 hónap alatt fölgyűlt ebben a koalícióban, és talán azokat a mechanizmusokat, amelyeket ebben a kiegészítő dokumentumban beírtunk, azokat használva később az előző 5-6 nap feszültségeihez hasonló esetek megelőzhetőek. A szövetségi elnök nyomatékosította, az elkövetkezőkben sokkal több egyeztetésre van szükség a koalícióban, hogy meg lehessen akadályozni a hasonló konfliktusok kialakulását. Joana Mihailot nevesítette az USZERÉ Plusz az egészségügyi miniszteri tisztségre, erről egy közleményben tájékoztatott a két párt alkotta a szövetség. Joana Mihaila 1980-ban született, egyetemi tanulmányait a kolozsvári Julio H.C. Gánó Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen végezte, ezt követően endokrinológusként tevékenykedett Kolozsváron és Nagyváradon. Az idei év elejétől az egészségügyi államtitkári tisztséget töltötte be. Joana Mihaila az új egészségügyi miniszter híradónk előtt már le is tette az esküt. A kétfordulós polgármesterválasztást is erőltetni próbálta az USZERÉ Plusz pártszövetség a koalíciós protokoll kiegészítésének elfogadásakor. A téma belefoglalását a dokumentumba azonban sikerült megakadályozni.
Ahhoz, hogy Florin Kocsú miniszterelnök a tisztségében maradhasson, a koalíciós tárgyalásokon az USZERÉ plusz a koalíciós protokoll kiegészítését kérte, hogy többé ne fordulhasson elő az egészségügyi miniszterelnök menesztéséhez hasonló eset. Ebbe azonban olyan témákat is beleszeretett volna foglalni, amelyek nem érintették a Vojko Rézkó miniszter leváltása által keletkezett helyzetet. Erről Csoma Botond, az RMDSZ képviselőházi frakció vezetője az Erdélyi Magyar Televízió 24 plusz műsorában beszélt. Megpróbáltak olyan témákat behozni, amelyek nem szerepeltek a kormányprogramban sem, és megpróbáltak ezeket most bevinni, például a kétfordulós polgármester választást, amit mi decemberben elmondtuk, amikor ugye a kormányprogram megszületett, elmondtuk alanyjal, állítmánnyal, hogy nem értünk egyet a kétfordulós polgármester rendszerrel. Hozzátette, váratlanul érte őket, hogy egy ilyen konfliktusos helyzet megoldásakor az USZERÉ plusz további megosztó témákkal érkezett a tárgyalásokra. Ez nem került végül bele a dokumentumba, annyit azonban Dán Bárnál pártjának sikerült kiharcolni, hogy olyan témákban, amelyek nem szerepelnek a kormányprogramban, a koalíciós pártok külső politikai erők támogatását is kereshetik. 8 rögtönzött faépület vált a lángok maradékává ma délelőtt a marosvásárhelyi Hidegvölgy roma telepen. 48 személy vált hajléktalanná, köztük 30 gyermek. Vastag füstoszlop volt látható szerda reggel Marosvásárhelyen. A füst a Hidegvölgyi telepen kigyulladt 8 ház tüzéből keletkezett. A többnyire romák által lakott telepen szorosan egymás mellett állnak a faházak, így a tűz nagy gyorsasággal terjedt. Mivel a telepen nincs vezetékes víz, így a tűzeloltása nem megoldható az ott lakók számára. Szerencsére mindenkinek sikerült időben kimenekülni, azonban az ott lakók között eluralkodott a pánik. Több kisgyereket is ki kellett szabadítani a lángok közül. Mit javálnak? Mondom, hogy nem, mikor benne vannak a kisgyerekek? Ne tudjuk kiszedni őket. Mintegy 400 négyzetméteren pusztította a tűz, és több mint 10 család maradt otthon nélkül. Az egyik károsult elmondása szerint a sógorasszony a kéményéből egy széndarab a házukra esett, és ez okozhatta a tüzet. Vettek észre, hogy égessem a ház. Öreg gyermekeim benn voltak a házba, és késő volt. A lángot erősen a tűz, nagyon lángot a tűz. Bérfokon bedobtam egy híres kokocot a hátamra, és bérfokon kizettem az egész gyermekek, és mondtam ezt. Akkor kizettem az egész útjelátot a házba. Ne rombadjék szét, hogy ne légy valami bajon, érti? Gyermekek, Isten, ez meghaltanak. Szerencséje volt, hogy csak egyik gyermeke szenvedett kisebb égési sérüléseket. A szomszédjai hősként tekintettek rá, ugyanis 3 gázpalackot is sikerült a tűzből kihoznia. A lakók szerint több kiskutya viszont a lángok martalékává vált. A Marosvásárhelyi tűzoltóság parancsnok helyettese elmondta, hogy 3 esetkocsival szálltak ki a helyszínre, hogy megfékezzék a tűz terjedését. 8 rögtönzött építmény esetében léptünk fel a tűz megfékezése érdekében. Sikerült a lángokat elszigetelni, jelenleg még dolgozunk a tűz eloltásán. A keletkezés okát még vizsgáljuk. Személyi sérülés nem történt. A kárban összesen 48 személy érintett, közülük 30 kisgyerek. Lángoló házaikat nézve nem tudták, hogy az éjszakát hol fogják tudni eltölteni. A helyszínre ellátogatott Sós Zoltán polgármester is, aki elmondta, találtak megoldást. Jelenleg 18 felnőtt és 30 gyermek elszállásolását szervezzük, illetve mától a napi 2 étkezést biztosítjuk valamennyi kárvallott számára. És ezzel párhuzamosan, ugye, amint az előzőekben, kampányban is bemondtuk, a romák által lakott lakóövezeteknél megkezdjük a telekeléseket és a felméréseket, hogy rendezni lehessen egyrészt a közösségnek is a helyzetét, másrészt tudjuk, hogy pontosan milyen tulajdonviszonyok vannak, harmadrészt tudjuk elkezdeni a beruházásokat. Mint kiderült, a Hidegvölgyi roma telepen mintegy 50 építményt húztak fel illegálisan magánterületekre. Sós Zoltán polgármester elmondása szerint, bár a roma telepen kicsi a jövedelmi átlag, a telep lakosságának nagy része a város különböző vállalatainál munkát vállal, és hajlandóak lennének bért fizetni, abban az esetben, ha a városfejlesztés szociális otthonokat építene nekik. Jövő héten startol a roncsautó program idei kiírása. A részletekről Táncos Balna környezetvédelmi miniszter számolt be a minisztérium előtt szervezett szabadtéri sajtótájékoztatón.
A mai kormányülésen ismertették a környezetvédelmi alapköltségvetését, amelyből a roncsautó és a roncsautó plusz programot is finanszírozzák. A hazai gépkocsi park felújítását célzó programokat április 26-án indítja el hivatalosan a környezetvédelmi tárca. Táncos Barna környezetvédelmi miniszter kiemelte, idén kétszer akkora összeget szánnak elektromos autók vásárlásának támogatására, mint 2020-ban. Ezzel el tudjuk érni azt, hogy több mint 6500 elektromos autó és több mint 5000 hibrid plug-in autó kerüljön finanszírozásra 2021-ben. Egy újdonság, egy akkora költségvetés, amellyel nem rendelkezett még soha a környezetvédelmi alap. Ugyanakkor tudtuk azt, hogy ez a tendencia, ez Romániát is eléri, és láttuk már az első 3 hónapban azt, hogy az elektromos autók, az eladott elektromos autók száma megduplázódott, több mint duplájára emelkedett ebben a periódusban. Hozzátette, a korábbi 6500 lejről 7500 lejre nő idén a roncsautó program klasszikus változatában megszerezhető voucherek értéke, és emelik az ökobónuszt a hibrid autók, illetve azon gépjárművek esetében, amelyek széndioxid kibocsátása nem haladja meg a 96 grammot 100 kilométerenként. A 100%-ban elektromos meghajtású járművek beszerzését idén is 45 ezer lejjel, a hibrid járművek vásárlását pedig 20 ezer lejjel támogatják. Újdonság idéntől, hogy a roncsautó program klasszikus változata esetében is bevezették azt a kitételt, miszerint a megvásárolt gépjárművet egy évig nem szabad eladni. A programra online fogadják a kérelmeket. A környezetvédelmi tárcavezető ugyanakkor elmondta, a háztartási gépek roncsprogramja várhatóan május elején indul, a részletekről a jövő héten számolnak majd be. Zöld utat adott az Európai Gyógyszerügynökség a Johnson & Johnson koronavírus elleni vakcinájának. A hatóság szerint az oltóanyag előnyei felülmúlják annak kockázatait. Romániában a mobil oltópontoknál fogják használni az egydózisú vakcinát. Rendkívül ritka esetekben kapcsolat állhat fenn a Johnson & Johnson koronavírus elleni vakcinája és az ugyancsak nagyon ritka vérrög képződéses esetek között. Az eddigi eredmények azonban azt mutatják, hogy az oltóanyag előnyei felülmúlják a lehetséges mellékhatások kockázatait, közölte kedden az Európai Gyógyszerügynökség. Ugyanakkor frissíteni kell a vakcina terméktájékoztatóját, hogy legyen feltüntetve a vérrög képződés esetleges veszélye nagyon ritka mellékhatásaként. Komoly előrelépésnek tartja a döntést a Szenátus Egészségügyi Bizottságának titkára, hiszen eddig nem állt rendelkezésre egydózisú vakcina. Mivel ez most rendelkezésünkre áll, és már a múlt héten bejött az országba az első, mintegy 60 ezer adagot tartalmazó szállítmány, a döntés követően szervezés alatt áll az, hogy beinduljanak ezek a mobil oltó csapatok is, ott, ahol erre igény van. És nagy valószínűséggel előbbre tudunk lépni, főleg a faluhelyen a lakosság oltásával. László Attila elmondta, eddig 14 megyében szerveztek mobil oltócsapatokat, ez reményeik szerint a következőkben bővülni fog. Az elsőt az Ilfov megyei Afomács községben helyezték működésbe. Ennek avatásán Klaus Johannis államfő kifejtette, hamarosan elérik a napi 100 000 beoltottat. Hangsúlyozta, a járvány legyőzésének egyetlen módja az oltás. Avem tot mai multe tipuri de vaccin la dispozicie. Egyre több típusú oltóanyag áll rendelkezésre. A viták ellenére, amint látható, az Európai Gyógyszerügynökség valamennyi vakcinatípust engedélyezte. Lehet őket használni. Ellenőrzöttek, biztonságosak és megelőzik a betegség súlyos változatait. Az oltóanyagok kapcsán László Attila hangsúlyozta, nagyon elenyésző azok száma, akiknél szövődmény jelentkezett az oltás beadását követően. 50-60 millió adag beadott vakcina után mintegy 420-430 esetben lépett fel ilyen mellékhatás. Magyarnak lenni jó, az EMNT Demokrácia Központok 10 éve címmel jelent meg kiadvány, amely az irodahálózat egyszerűsített honosítással kapcsolatos munkáját mutatja be. A kiadvány Csíkszeredában, a Magyar Főkonzulátus Székházában ismertették a sajtóval. Gratulálok Tóth Sándor Krisztinának és szerkesztők, valamennyi szerkesztőnek ezért a csodálatos dokumentum értékű könyvért.
Tőkés László, az Erdély Magyar Nemzeti Tanács elnöke méltatta a kiadványt, amely az egyszerűsített honosítás során a demokrácia központok által végzett munkát összegzi. Ideje volt a 10. évfordulón annak, hogy számba vegyük a megtett utat, és hálát adjunk a Jóistennek, és számba vegyük a honosodott, újra honosodott magyarságot számában és erejében. A kiadvány a központok munkájának bemutatása mellett tanulmányokat és 214 korabeli dokumentumot, keresztlevelet, házassági levelet, katonai dokumentumokat és másokat tartalmaz. Van például ilyen is, hogy himlőoltási bizonyítvány még a két világháború környékéről, van például egy zilahi korlátlan italmérési engedély, ami nyilván egy akkori kereskedőnek a teljesen magyar nyelvű kereskedelmi engedélye gyakorlatilag. Van szép gépjárművezető jogosítvány, amelyen az igazolványkép az egy katonatiszté. A demokrácia központokban az elmúlt 10 évben 173.214 iratcsomót állítottak össze, a visszahonosított személyek száma 260.516, több mint fele székelyföldi. Az általuk működtetett 20 iroda leglátogatottabbja a székelyudvarhelyi és a marosvásárhelyi. Együttműködési megállapodást kötött Székelyudvarhely önkormányzata és a Bábesbolyai Tudományegyetem vezetősége. A szerződés részleteit közös sajtótájékoztatón ismertették a város elöljárói és a felsőoktatási intézmény képviselői. Együttműködési keretszerződést kötött a Bábesbolyai Tudományegyetem és Székelyudvarhely önkormányzata. A szerződés aláírása után Gálfi Árpád polgármester, Pálfi Kinga alpolgármester és Markó Bálint a BBTR rektor helyettesek közös sajtótájékoztatón ismertették a keret megállapodás részleteit. Székelyudvarhelyen évente 500 diák végzi el a középiskolát, közülük nagyon sokan tanulnak tovább Kolozsváron, de vannak olyan diákok is, akiknek nincs anyagi lehetőségük erre. A továbbtanulás lehetőségét azonban mindenki számára biztosítani szeretnék. Alapvetően a diákságnak, tehát a középiskolát elvégzőknek jelentős része az Kolozsvárra jön, és ezt helyén valónak is tartjuk nyilván sok szempontból, viszont azt is helyén valónak tartjuk, hogyha utána meg hazamegy például. Ezzel nem haza akarjuk küldeni őket, hanem egyszerűen ez egy jó dolog a helyi közösségnek, hogyha megszerzett tudást hazaviszik. A BBT-je és a Székelyudvarhelyi önkormányzat közötti kapcsolat régebbi keletű, ugyanis itt működik a BBT-je kihelyezett tagozatán a legfontosabb magyar tannyelvű óvó és tanítóképzés alap- és mestertagozaton. Ezt szeretnék további képzésekkel bővíteni. Az IT képzés az elég hathatósan elindult, tehát nagyon jól működik, és ennek a tovább lépésében gondolkozunk, és természetesen a Bábesbolyai Tudományegyetem által felkínált új lehetőségek, akár az önkormányzatok számára, akár olyan szakokban, vagy olyan lehető, akár az oktatás terén, ami tovább tudja erősíteni a közösségünk számára való lehetőségeket. A sajtótájékoztatón elhangzott, amennyiben sikerül időben akkreditációt szerezni, akkor már ősztől elindítják az informatika mesterképzés Székelyudvarhelyen. Javában zajlanak az István a Király Rock Opera próbái Sepsiszentgyörgyön. Szorényi Levente és Bródi János legendás alkotását helyi művészekkel állítják színpadra. A tervek szerint augusztus 20-án mutatják be a Sepsi Arénában. Szilágyi Zsolt Herbert, sepsiszentgyörgyi karnagy zenei vezető ötlete alapján kezdték el megvalósítani azt a nagy produkciót, amelyben a legendás István a Király rockoperát élőben és kizárólag erdélyi előadókkal mutatnák be Sepsiszentgyörgyön. Egy évvel ezelőtt kezdődött el a háttérmunka, lezajlott a szereplőválogatás, az egyéni próbákat a csoportos felkészülés váltotta fel. Óriási munka vár még ránk, még az út elején vagyunk, de hatalmas energiák mozdulnak meg, és óriási akarat van a csapatban, és célunk, hogy bebizonyítsuk, hogy Székelyföldön, Erdélyben vannak olyan tehetségek, olyan hangok, olyan egyéniségek, akikkel megvalósítsuk ezt a rockoperát, ezt a művet. A rockzenekarhoz csatlakozik majd egy 35 tagú szimfonikus zenekar, egy 150 tagú kórus, egy 60 tagú tánckar és a statiszták. Az előadást dupla, illetve tripla szereposztással játsszák.
nagy mély nyomot hagyott bennem a 2003-as előadás Csíksomlyón, amire édesapám vitt el, és azóta se bánom, mert tényleg egyszerűen lélek melegítő volt is, és azóta is bennem maradt, és mikor megtudtam, hogy van ez a lehetőség, hogy jelentkezni, amit a kollégám is szólt, hogy van ez a lehetőség, akkor persze egyből igen mondtam, és sikerült is. A szereplőket hetente mutatják be a sajtónak. Most Koppány feleségei, a Reggősök, Sarolt, Gizella és Réka került előtérbe. Az István a király székelyföldi nagyprodukcióban való szereplés számomra egy nagyon nagy megtiszteltetés, és ugyanakkor kihívás is. Én színésznő vagyok alapjáraton, nem énekes, ezért igenis fel kell nőni a feladathoz, főleg, hogy a szerep, amit alakítok, egy olyan hangon szólalt meg legelőször, ugye Sebestyén Márta hangján, aki utánozhatatlan, tehát, hogy nagyon fel kell kösse az ember a gatyáját, hogy jól sikerüljön minden. A szervezők egyeztettek Bródy János és Szörényi Levente alkotópárossal, akik izgalommal várják a rockopera székelyföldi újjászületését. Mindketten abban reménykednek, hogy személyesen is részt vehetnek a sepsiszentgyörgyi bemutatón. Már idén nyáron lehet szó fesztiválok és koncertek szervezéséről, de csak akkor, ha az oltási kampány sikeres lesz, jelentette be Florin Kőcó miniszterelnök. A fesztivál szervezők örülnek a hírnek, de még óvatosak, a hatóságok hivatalos bejelentését várják. Zajlanak az egyeztetések a miniszterelnök és a rendezvényipar képviselői között azzal kapcsolatosan, hogy milyen feltételek mellett lehet készülni az idei fesztivál szezonra. Florin Kőcu kormányfő szerint csak is sikeres oltási kampány esetén lehet szó koncertekről, fesztiválokról. A hatóságok augusztustól engedélyezik a fesztiválok megszervezését, amelyeken beoltott vagy negatív COVID-teszttel, illetve antitestekkel rendelkező személyek vehetnek részt. Ennek feltétele azonban, hogy a beoltottak száma június elsőjére eléri az 5 milliót, augusztus elsőjére pedig a 10 milliót. A miniszterelnök kijelentése azonban nem nyugtatta meg teljesen a fesztivál szervezőket. Konkrétumokat várnak, mondta el híradónknak Rés Konrád, a Vibe főszervezője. Tavaly már egy ilyet úgymond végighúzott minden fesztivál, hogy két hetente kitalálta újra az életét, és hogy hogyan tudja megvalósítani, és tavaly ez nem jött össze. Úgyhogy emiatt egy kicsit még mi úgy döntöttünk, hogy ebben kivárunk. Várjuk azt, hogy mik lesznek tényleg azok a, hogy gyakorlatban tényleg milyen lehetőségeink lesznek, és utána akarunk ebben egy kicsit mélyebben belegondolni, hogy most akár oltás, akár teszt, akár anélkül, akár mekkora rendezvényt lehet. Hasonlóan vélekedik Gondi Mátyás, a torockói Double Rise főszervezője is. Elmondta, ők már elkezdték a fesztivál előszervezését arra az esetre, ha hivatalosan is megtarthatják majd, hiszen ez több hónapot igénylő folyamat. Ez egy hosszabb procedúra megszervezni. Már lépéseket tettünk korábban is abba az irányba, hogy ha és amennyiben zöld lámpát kapnak a fesztiválok, akkor ne nulláról kelljen szervezni a fesztivált. De abban is biztos vagyok, hogy egyáltalán családiasabbak lesznek ezek a fesztiválok. Rövidebb idő áll majd rendelkezésre arra, hogy minden programot flottul megszervezünk, de én azt gondolom, hogy az idei évben, hogyha lesznek fesztiválok, akkor azok a legszerethetőbb fesztiválok lesznek. A hatóságok egyébként elképzelhetőnek tartják a fesztiválok megtartását akkor is, ha a beoltottak száma nem éri el a várt mennyiséget, de ebben az esetben kevesebb résztvevővel. Az ötlet kapcsán a fesztivál szervezők arra az álláspontra helyezkedtek, hogy az esetleges létszámcsökkentés ellenére is megtartanák a rendezvényeket. Számot vetett a miniszter, sporttal folytatjuk. Miniszteri mandátumának első 100 napjáról számolt be Novák Eduárd ifjúsági és sportminiszter. A tárcavezető legfőbb célja a teljesítmény növelése, ehhez pedig olyan csapatra van szükség, amely eredményesen tud dolgozni, hangzott el a sajtótájékoztatón.
A teljesítmény növelése csak a jelenlegi helyzet értékelésével, az intézmények szorosabb együttműködésével, egy alapos átvilágítással, felelős irányítással és menedzseléssel érhető el, jelentette ki Novák Eduard sportminiszter mandátumának első 100 napja után mondott értékelőjében. Ezekre az alapelvekre épül az országos sportfejlesztési stratégia, amelynek három fontos célkitűzése van az elkövetkező 10 évre. Románia kerüljön be az első 10 ország közé, ami az olimpiai és paralimpiai eredményeket illeti, a jelenlegi 5%-ról 30%-ra növelni a sportolók arányát, a diákok pedig minden nap mozogjanak az iskolában, részletezte. Nagyon sok olyan dolog van, amit meg kéne változtatni is. És itt arra gondolok, hogy az edzőknek a képzése, a szövetségeket hogy támogatjuk, az edzőknek a céljai kitűzése, a sportolóknak a tesztelése, folyamatos tesztelése. Tehát tényleg egy olyan nagy csapatra van szükség, aki azért dolgoznak, hogy eredmények legyenek. Az első 100 nap elsősorban az átvilágításról és a tervezésről szólt, de sikerült eredményeket elérni néhány nagyon fontos ügyben, tette hozzá. Az Euro 2020 meccseire visszatérhetnek a nézők a lelátókra, a sportolók esetében pedig elfogadják a koronavírus gyors teszteket, ami több mint 10-szer csökkenti az ezzel járó kiadásokat. Elindították az első velodrom megépítését, valamint több intézmény decentralizációs folyamatát is, részletezte. További tervei között szerepel a sport digitalizálása, amely átláthatóságot és hatékonyságot teremt a román sport irányításához, de a sportlétesítmények akadálymentesítése is. Ez volt a híradó, kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Műsorunk elérhető az interneten, YouTube-on és Facebookon.